estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket! Nagyon nagy öröm és boldogság itt állni a színpadon, ilyen hosszú idő után, és látni a felém néző boldog, mosolygó arcokat. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a magam és az egész társulat, az egész Kecskeméti Nemzeti Színház tagja, minden tagja nevében. Egy nagyon nehéz korszakon vagyunk túl. Ez alatt a nagyon nehéz időszak alatt volt egy nagyon nagy veszteségünk is. Látó Ricsi, aki a színházunk karmestere volt, múlt időben kell mondanom, aki ennek az előadásnak komoly alkotótársa volt, ő most már az Égi Zenekart irányítja fölülről. Úgyhogy ezt a mai estét a társulat nevében szeretném az ő emlékére felajánlani. Határtalan boldogság, hogy itt vagyok, hogy mától kezdve újra együtt játszik a nézőtér és a színpad. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok Önöknek, és engedjék meg, hogy színpadra invitáljam városunk alpolgármesterét, Szeberényi Gyula Tamást. Színház volt, színház van, és színház lesz. Mert az élő szól, az élő előadás mindennél erősebb. Az elmúlt fél év nem szólt másról, mint halálozási statisztikáról, korlátozó intézkedésekről, különböző oltásokról. És mi kecskemétiek megvoltunk attól fosztva, hogy egy előadás erejéig kiszabaduljunk a mindennapokból. Én a mai előadásra mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, nagyon jó időtöltést, tartalmas együttlétet, hiszen a felelős magatartásunk miatt most itt lehetünk együtt, maszk nélkül, távolságtartás nélkül, és mégis teljes biztonsággal. Nagyon jó szórakozást kívánok! Még egy gondolatot szeretnék Önökkel megosztani. Egy nagyon nagy megtiszteltetés érte városunkat. Elmondhatjuk azt, hogy március 15-e óta a Katona József Nemzeti Színháznak Kossuth Díjas direktora van. Isten éltesse Cseke Pétert! Gratulálok!